Jó estét kívánok az uraknak, szervusztok! Hát most itt azt beszéltük éppen az imént, hogy valami olyasmi történik, ami a demokráciával nagyjából szembe megy, mondhatni, mert hogy van 266 ezer aláírás, és akkor rögtön eszünkbe jött, hogy mégsem akarunk olimpiát rendezni. Azt mondja az ellenzék, hogy Orbán Viktor megijedt, a kormány megijedt, a Fidesz fél, nem akar egy olyan népszavazásba beleereszkedni, ami a választások előtt fél évvel esetleg kudarcolja a számára. Ez ennyire egyszerű? Ennyi történik most? Szerintem tök normális, amit csinálnak. Ezt tanácsoltad volna nekik? Aha, persze. Miért? Azért, mert nyilvánvalóan rosszul zárult volna számukra a népszavazás. Ebben a helyzetben mi a fenének belemenni? Egyébként az előbb még hallottam az utolsó mondatokat. Orbán Viktort elég jól ismerem. Utoljára 2006-ban volt interjúalanyom, és akkor a Mokkát vezettem a TV2 reggeli műsorban. Nem volt. Nem a volt. És előtte 3 évig nem jött be, csak akkor, ha én szabadságon voltam. És a 2006-os kampányban nem tudott kikerülni. És hát bejött, szavasz, az első tévéinterjút a Forróban, mit csináltuk azóta, és szavasz. Szóval csak mint régen. Mondom, akkor hol sunyogtál eddig? Mondtam, hogy a miniszterek azt mondta, csak mint régen. Mondom, hol sunyogtál eddig? Mindig akkor jössz be a TV2-ben, amikor én szabadságon vagyok. És akkor ránézett, elnevette magát, és halált természetesen azt mondta, ki a fennének van kedve szkandalozni veled? Mm. Na most ez a válasz arra, amit Juhász Péter mondott, hogy miért szkandalozzon a Fidesz vagy Orbán Viktor, ha... Hát mert legalább tegyünk úgy, hogy demokráciát de játszunk, nem kell úgy tenni? Nem kell. Nem. Ők nem tesznek így. De nem is kell. Hát, adjunk szót majd. Szerintem nem is kell. Ha ilyen vagyok, így kell engem elfogadni, az ember, a híveim így szeretnek engem, és akkor miért kellene nekem szkanderozni? Hát most az folyik a meccs, hogy az ellenzék hazáruló, ugye ezt hallom nap, mint nap, és ő fújta meg az álmokat. Hát azt szeretnék mondani, hogy Párizs ügynöke. Igen, hogyha az ellenzék meg tudta volna fújni az olimpiát, akkor már rég megfújta volna Orbán Viktor. Tehát ez a tehetetlen és széteső ellenzék nem tud semmit megfújni, bár valamit meg tudna fújni például a kormány, de... Na de akkor mitől kell tartaniuk? Ugye a következő... Erik azt mondja, hogy persze, hogy nem menne bele egy ilyenbe. Én felvetek egy új szempontot, csak hogy bedobjak valamit, hogy én szerintem a budapesti olimpia sírját Orbán Viktor ásta meg, remélem tetsz halott és fel fog támadni. Nagyon röviden. Tegnap egy nagyon jó hangulatú vitán voltam a Gödő klubban, és ilyen volt a Corvinuson. Egy probléma volt ezzel a vitával, hogy 2 évvel ezelőtt kellett volna megtartani. Orbán Viktor nemzeti konzultációt tart, ilyen kis füzeteket dobál be, és nagyon jóra való általunk szeretett köztisztetben álló olimpikonok mosolyognak rozzant buszok oldaláról. Ezzel próbálták elintézni az olimpiát, miközben az emberek látták, én most nem akarok Fülyes Balázssal vitába szállni, de ugye 8 milliárddal indult a úszós... Erre már nem emlékszik senki, jelent szerint. Nem emlékszik senki, most 100 körül folyognak bizonyos számok, de legyen 48, amit mondtak. Mondanék egy mai friss számot, 70-nel indult a Puskás, 190 milliárd jelenleg, és még csak bontanak, mondta Lázár János a mai kormányinfón, és Mészáros Lőrinc magánvagyona 10 év alatt az 1000-szeresen növekedett. Most azok az emberek, akik ezt aláírták, ezt látják. A Gancs István nyerte meg egyébként ezt a nagy nemes küzdelmet, amit Fülyes Balázs mondott az előbb. Biztos iszonyatos párharc volt, és semmi belső információ nem volt. Az emberek többsége, ha duplájára nő a vagyona, akkor boldog lenne. És a miniszternök szomszédja 1000-szeres vagyona teszett 10 év alatt. Az 1 méterről 2 méterre haladni, azt valaki el tudja képzelni, de 1 kilométerre, 1 méterről 1 kilométerre. Most egy ilyen környezetben higgyük el, azt mondta Mizsér Attila, akit én nagyon tisztelek, és olyan, mint egy görög szobor, ő 20 éve banki szakember is, hogy a olimpia letölte volna a korrupciót Magyarországon. Szerinted? Miért törte volna le? Ami. Ezt mivel lehet megindokolni? Ő például azt mondta, hogy nagyon rossz a hozzáállása a gúnyolódóknak, kicsit magamra ismerte meg a cinikusoknak, hogy ő bajnok, és mindig a bajnok nem adja fel és küzd. Elmesélte a 89-es. De ezek a bajnokok most azonnal feladták. Hát ezt vetettem föl, Fülyes Balázsnak, azonnal feladták. Ott voltam, és nem csak egy túlsát láttam, hanem 4 túlsát láttam az 5-ből azon a fantasztikus világbajnokságon, és ő nem adta fel. Csak azt nem veszi figyelembe, hogy az olimpiai létesítmények kivitelezése az nem egy sportág, az nem egy nemes sportküzdelem, és hogyha 3000 métert futok
de a másiknak csak 2000-et kell futnia, akkor, akkor én hiába vagyok bajnok. Tehát egy olyan terepen, és még egyetlen egy dolgot, mert itt mindenki mondja, hogy ott voltunk a cél közelében, meg ez a visszalépés, hazaárulás. 28-ot felolvashatok nagyon gyorsan. Gyorsan. Szingapúr, Kuala Lumpur, Casablanca, Nairobi, Doha, Kiev, Isztambul, Toronto, Brisbane, Melbourne, Szocsi, Durban, Johannesburg, Szentpétervár, Bahrein, Szaúd-Arábia, Tajpej, Lima, Új-Delhi, Guadalajara, Busan, Madrid, Baku, Washington, Boston, Berlin, Hamburg, Róma. Ezek léptek vissza, vagy nem adták be a pályázatukat. 28 ország velünk együtt, 29 ország érdeklődött. Ha olyan nyereséges lenne az olimpia, majd egy kicsit később arról, hogy mennyit hazudik a NOB, akkor ez a sok ország mind visszaretent volna tőle? Hát egy ilyen remek üzlettől? Na, Erik, sok kérdés van itt. Vagy nincs is lehet. Én egyetlen egy jó érvet hallottam a kormánypártiak részéről. Megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy ki volt az. Aki azt mondta, hogy a parlament, ugye a Európa második legnagyobb tömegű épülete, soha nem épült volna meg, ha tudták volna, hogy trianon után ilyen kicsi ország parlamentje. Ellenben rengeteg kritika is érte, és büszkék vagyunk rá, és gyönyörű. Na most teljesen egyértelmű, hogy a millennium környékén épült minden, ami ma érdem, ami ma egyáltalán fontos. Tehát a kiegyezés után épült a Halászbácsától, az Operaházon keresztül, a Szépművészeti Múzeumtól, minden akkor épült. De akkor te most és szereted akkor, a Liget projektet, meg a VAR projektet, akkor még nem mindent. Számoltunk át mindent lélegeztetőgépre. De mi épült volna most ennél, könyörgöm, baseball stadion, kérlek szépen, meg taekwondo, nem tudom micsoda. Ezeket nézd meg, a riói, meg a athéni képeket, hát ezek most ott hevernek a szemétdombon. Nem hát egészen, ezek nem használható nem egészen, épületek. Nem egészen. Mert mi? Azért, mert én próbálom komolyan venni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda programját, amely arról szól, hogy minden olyan létesítmény, ami nem állandó jellegű, az szétbontható legyen, másképp legyen hasznosítható, stb. És feltételezem, hogy csak akkor tudtunk volna egy épkézláb pályázatot beadni, ha pontosan a te aggájaidnak megfelelően újrahasznosítható, szétszedhető, kisebbíthető, stb. Mobil dolgokat. Na, de akkor közben megismered a számokat? Igen. 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 Jó, mondom, hányan voltak a ringbe, a döntőbe, 2000-ben 5-en? 2004-ben 5-en, 2008-ban 5-en, 2012-ben 5-en, 2016-ban 4-en, 2020-ban 3-an, 2021-ben 2-en. Ez a csökkenő szám szerinted azt jelenti, hogy az agenda micsoda, az létezik? Ez most kezdődne. Én azt mondtam. Tehát a 20-20-as program azt mondtam, hogy ez próbáltam. Hát akkor miért nem indulnak 14-en? Azt mondtam, hogy próbáltam komolyan venni. De inkább az érdekel most ennek fényében, amit elmondtál, Henrik, hogy ha te miközben azt mondod, hogy te is ezt tanácsoltad volna a kormánynak, most lépjenek vissza. De közben meg tudod érvelni, hogy miért kellett volna mégis megcsinálni. Akkor miért kellett volna visszalépniük? Akkor miért ne akarják mindenáron megcsinálni, mert ez jó, mert ez hasznot hoz, értéket terem, hát azért szépséget nyilván csinál. Nyilván számot vetettek azzal, hogy a szavazásra hivatott emberek nem hülyék. Tehát olvassák azokat a számokat, hogy termelékenység, egyfőre első GDP és minden más egyébben. Jó, de ez a Momentum nélkül is látniuk kellett volna. Utolsók vagyunk a visegrádi országok közül. Hát de ez nem kellett volna a Momentum, ez, akkor nem szabad pályázni. De pályázni pedig azért kellett, mert a magyar sportos nép, és mindig úgy számoljuk, hogy mi egyedül több olimpiát nyerünk, mint a szomszédaink együttvéve. Az egy másik kérdés, hogy Rióban ugye a Kozák Danuta és a Katinka ketten nyertek hetet, ha jól nem hatot. Hatot. Mindegy, a másik kettő is annyi, mint bármelyik ország körülött. De nem érdekes, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy bár zsidók voltak, de azért a magyar Nobel-díjasok egyfőre első Nobel-díjasok száma az fantasztikus. A olimpiai bajnokok tekintetében, ami egyfőre esik, azt hiszem csak a finnek előznek meg minket, ebben nem vagyok egészen biztos. De közben az bosszant engem, hogy a Szalai Berzevici azt mondta, és ebbe kellett már belekapaszkodni, ha nem lesz olimpia, akkor nem épül meg a kajakkenu szlalompálya. Pedig síkvízi kajakozásban nagyon jók vagyunk. Most itt lett volna a lehetőség, hogy épüljön végre egy szlalompálya, most nem épül meg. A szlovákok pedig, de akik gazdaságilag már megelőztek minket, azok pedig mindig nyernek egy aranyat. Én is tudom, akad, elmondom a 90%-et az olimpiai bajnokoknak, de az olimpia rendezése az nem egy sportesemény, azon nem sportolók vesznek részt, a versenyen vesznek részt. Ez egy spirituális dolog. Jó, de amit de a Magyarországon ez spirituális lesz, dolog. Azt mondtad, hogy szétszedhető. Három dolog kéne ahhoz, hogy olcsóbb legyen egy olimpia. Egy.
kevesebben induljanak, kevesebb műsorszám legyen, és ne 16-17 napig tartson, hanem 24 napig, akkor több alkalommal föl lehetne használni azokat a sportlétesítményeket. Egyikbe se változtatott a NOB. Akkor mitől lesz olcsóbb? Hát ezek a számok, amiket ígértek, azt mondták, hogy 800 milliárd az egész. Múltkor elmondta, mennyi volt a ráfizetési jóba. 10 milliárd dollár, 3000 milliárd azért, a ráfizetés. Ez azért nem mi szép. Meg 800-ban ez megcsináljuk. Ez azért nem szép, hogy erre hivatkozol, mert például ha engem elszámoltatok volna azzal, hogy a lányom lakzéja mennyibe került, akkor visszautasítottam volna. Egyszerűen gyűlöletes, hogy közgazdászt értetek, te számolsz. Értem. A lányom esküvője, ott volt el egyébként. Igen. Az egy spirituális dolog volt, kerül, amibe kerül, mondtam én az örömapa. És te jössz ezekkel a számokkal. Ez egy példa volt, viszont muszáj befejezni, miközben a kedves nézők szerintem pontosan értik, hogy itt két nemmel van dolgunk, csak teljesen más alapon, teljesen más érvrendszer és érvelés alapján. Ami azért érdekes, mert mindenki azt gondolja, aki nemet mond, az azt mondja, hogy nem akar olimpiát, miközben szerintem mind a ketten alapvetően olimpiát szeretnétek. Sőt, én még atomerőmet is szerettem volna annak idején. Hát lesz. Sőt, van is, meg lesz is. Meg a magánnyugdíjat. Hát az nem biztos. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.